Mai műsorunk tartalmából öröm és bánat könnyek két sportágban. Második helyzetként az NB3-ért játszhat osztályozót a TAC labdarúgó csapata. Kiesett az NB1-ből a TAC férfi kézilabda együttese. Csúcsot döntött a tófutás, közel 1000-en futottak. Ritka izgalmakat ígért a megyei első osztályú férfi labdarúgó bajnokság utolsó fordulója. Az már biztos volt, hogy a nyerges Újfalu lesz a bajnok, de a két másik dobogós helyért a TAC, a Zsámbék és a Kompány Monostor hajtott. Mindhárom együttes 50 ponttal várt az utolsó fordulót. A párosítás is érdekes, hiszen mind a három csapat otthon játszik, igaz, a Zsámbék a már bajnok nyergest fogadja. A TAC talán annyiban van némileg könnyebb helyzetben, hogy az utolsó helyezett Esztergomot fogadja. A monostoriakhoz a lábatlan látogat. A tataiaknak csak a győzelem jelenti a biztos második helyet. Szép számú közönség látogatott ki a meccsre, a vendégek csere nélkül érkeztek, a TAC pedig gyakorlatilag 3 perc alatt eldöntötte a mérkőzést. A második percben Zugó kapott labdát a 16-osnál, egyből lőtt, Kecse hiába vetődött, a labda a bal sarokba kötött ki. Még 1 perc sem telt el, amikor a baloldali tatai támadásnál Mészáros sarokkal tette a labdát végelé, aki kissé balról 10 méterről kilőtte a hosszú sarkot, 2-0. Ezúttal 10 percet kellett várni az újabb hazai találatra. Végével be szögletet Máté Kovács tovább fejelte, majd Mészáros közelről bepasszolta a kapuba. Sorozatban alakította ki helyzeteit a TAC, több szöglet is jelezte a fölényt. Aztán a 27. percben majdnem szépített az Esztergom. Csákány kapus passzolt el egy labdát a 16-os előtt, amit Ódor 20 méterről az üres kapuba lőtt. A játékvezető az asszisztens jelzésére les miatt nem adta meg a vendégek gólját. Még az első félidőben született meg a 4. TAC találat. Egy szöglet után visszakerült a labda Víghez, akinek beadását Német közelről előrevetődve fejelte a hálóba. 4-0 a félidő eredmény. A szünet után sem kellett sokat várni az újabb gólra. Ezúttal is Víg volt a feladó, Zuggó pedig balról 14 méterről vágta a labdát a kapuba. A vendégek is próbálkoztak, a mezőnyben akadtak jó megmozdulásaik. 4-en is 18 éven aluliak voltak a csapatban. Ahogy telt az idő, fáradtak az esztergomiak, számolatlanul alakítottak ki a helyzeteket a TAC. Az 58. percben Zuggó lefutott egy indítást a bal oldalon, az alapvonalról középre adott, ahol Mészáros közelről kotorta be a labdát a bal sarokba, ez jelentette a 6. hazai gólt. Aztán egy végletekig kijátszott akció végén Hegedűs 5 méterről lőtt a hálóba. Zuggó az egész meccsen nagy kedvel játszott, a 72. percben már a 3. gólját szerezte, 10 méterről lőtte a kapuba a 8. TAC találatot. Egy esztergomi helyzetet is feljegyezhettünk a 85. percben, amikor a kilépő Imre elől az utolsó pillanatban mentettek a védők. És még mindig volt idő egy hazai góra, amit a csereként beállt Szabó lőtt, miután Gecse kapust is kicserezte. Így lett vége a mérkőzésnek, TAC FC Esztergom 9-0. Gratulálok a győzelemhez, de azt hiszem, hogy ezek a meccsek a legnehezebbek. Most félretéve az, hogy a vége 9 lett, de egyrészt muszáj volt győzni, másrészt éppen hogy meg volt az ellenfél. Ilyenkor nem tudom, hogy mi a motiváció. Megmondom az őszintét, azt beszéltük, hogy minél előbb megpróbáljuk eldönteni. Azzal mi nem foglalkoztunk, hogy hányan vannak, meg itt a meccs kezdés előtt neki átakták ballozni, meg 8-an voltak. Nem foglalkoztunk ezzel. Utolsó mérkőzés nyilván lebegett egy osztályozó a szemünk előtt, és ugye tavaly elmondtam a kupagyőzelemnél, meg tavaly előtt is elmondtam a kupagyőzelemnél. Most nincs kupagyőzelem, második hely van, úgyhogy idén is léptünk egyet előre. Az osztályozó meglátjuk, hogy sikerül. Azért láttam, hogy Roland néha bosszankodott, mert azért ebbe jóval több is lehetett volna, azzal együtt, hogy nagyon sportszerű volt az ellenfél. Sportszerűek voltak, meg szerintem fel is adták egy picit a végére.
A Roli meg persze, hogy bosszankodik, hát nyilván neki is ez egy nagyon nagy eredmény, ugyanúgy, ahogy nekünk. Azt viszont szerintem mindannyian tudjuk, hogy amikor 6-0, 7-0, akkor a koncentráció kicsit esik. Itt igazából az döntött, hogy ott a támadó szekcióban mindenki gólt szeretett volna rúgni, és az meg, hogy le tudtuk hozni nullára, az meg nyilván külön öröm nekünk, mert szerettük volna. Ugye volt itt ez a leses szituáció, nem tudom, hogy mit fújtak be, de köszönjük szépen. Most azért kemény két hetetek lesz, egyrészt ugye negyedikén sorsolnak, hogy mi lesz, hogy lesz, aztán gyakorlatilag 4 nap alatt kell 2 meccset játszani. Megmondom az őszintét, néztem a megyéket, hogy kik lehetnek az ellenfelek. Vannak olyanok, ahol fel kell kötni a gatyát, meg vannak olyanok, ahol reális sanszunk lehet. Nyilván ez kettőféle variáció van, vagy kihúznak osztályozó nélkül és felmegyünk, vagy osztályozón kell kivívni a feljutásunkat. Mindenki eldöntheti, hogy melyik lenne jobb, én örülnék az elsőnek, de nyilván ha a második és osztályozni kell, akkor osztályozunk, meglátjuk, hogy mi sikerül belőle. Azért van még annyi a csapatban, hogy egyrészt ki is tudjátok pihenni magatokat, másrészt meg föl is tudtok készülni. Figyelj, nagyon sokan vagyunk, tehát 20 pár fős a keretünk. A szezonban is a Rolandék az Attilával úgy tették össze mindig, hogy tudtunk azért pihenni, így a kezdőjátékosok mindig így forgatták a csapatot középpályán, elő volt, hogy a védelembe is. Úgyhogy hát ez az ő dolguk, szerintem megoldják, lesz egy hét, amikor regenerálódunk, meg tudunk egy kicsit pihenni. Aztán utána meglátjuk. Szerintem az erőllétünkkel nem lesz probléma. Itt mondom, az lesz a kérdés, hogy kit kapunk. Egy percig sem volt kérdés, hogy a TASZ győz, inkább csak az arány volt kérdés. Nagy kedvel játszottak a fiúk, így szerezték meg az ezüstérmet, amit a lefolyás után át is vehettek. Mivel a bajnok Nyergesújfalu nem akart indulni az NB3-ban, így a TASZ neve kerül be a június 4-i sorsoláskor, az osztályozón indultak közé. Sajnos az NB1-B-s kézilabda bajnokság utolsó fordulója a TASZ számára már nem bír nagy jelentőséggel, hiszen az előző héten biztossá vált, hogy kieső helyen zárja az idényt. Ellenfélként az a Rákos Menti érkezett, aki pont a Tataiak előtt biztosította a bennmaradását. Mindkét csapat teljes létszámmal, azaz 16 játékosra szerepelt a jegyzőkönyvben, igaz, a hazaiaknál Zwick sérülten viccegett be a bemutatásra. Ősszel is az utolsó fordulóban találkoztak, akkor a budapestiek nyertek. A nézők a tisztességes búcsúban, azaz győzelemben bíztak. A vendégeket lelkes szurkolók is elkísérték. 5 perc alatt a Rákosmentiek 2-szer is dobhattak büntetőt, majd 3-3 után TASZ góljával vezetett a TASZ. Aztán megállt a tudomány, és 2 perc alatt 4-szer is betaláltak a vendégek, így 7-4-re vezettek. TASZ 7-esből szerzett gólja, 4 perces gólcsendet tört meg, de a rákosiaknak mindig volt válaszuk, így állandósult 2-3 gólos előny. Kis és TASZ találatai azt jelentették, hogy 1 gólra csökkent a hátrány, 11-10, de ismét jöttek a hibák, és gyorsan 11-16 lett. Az első fél idő utolsó perceiben felváltva estek a gólok, így maradt az 5 gólos különbség, 13-18. A második játékrész 2 tatai találta a kezdőröt, Zatureski és Waller volt eredményes, de ahelyett, hogy közelebb kerülhettünk volna, 4 perc alatt 4-et dobtak a vendégek, és 7-re nőtt a hátrányunk. Innentől már nem volt visszaút a TASZ-nak, a Rákosmente kihasznált minden hibát, főleg beállóból voltak eredményesek. Az utolsó 10 percre kicsit összekapta magát a tatai gárda, és a frissen beállt Nényei és Huber góljai jelentettek némi örömet, 26-30. A mérkőzés utolsó 2 gólját a vendégek lőtték, a beállós Burony és az átlövő Kovács révén, így maradt a félidő 5 gólos különbség, 33-28-ra nyert a Rákosmente. Nem kívánok nagyon mélyre az szakmai elemzésbe belebonyolódni, hiszen az, hogy egyik edző sem két időt megmutatta ennek a meccsnek a fontosságát. Nem volt egyáltalán semmi tétje a mérkőzésnek, azt gondolom, hogy két alul motivált csapat találkozott. Nem tudtunk fölülkerekedni itt sem, nagyjából jól látjuk a helyzetet, mert semmi tétje és motivációban is azt gondolom, hogy nulla volt. Gyakorlatilag ez a meccs talán tükrözte az egész éves teljesítményünket.
így van, sok minden tükrözött, ezt is nagyon jól látod. Sajnos sok olyan dolog volt, ami visszaköszönt, erőlködtünk, sok olyan hibát vétettünk, ami még mindig azt gondolom, hogy gyermetek, és kicsit hülyen tükrözte az évet. Igen. Talán a legszemléletesebb volt, hogy a beállóban nem tudtunk mit csinálni, sorozatba jöttek a bejátszások, amiből mindig jó lett. Igen, ezt nagyon sokat gyakoroltuk az elmúlt 2-3 hónapban. Kevesebb gólt is lövünk beállóból, pontosan ezért, tehát a támadójátékból a beállós megjátszása, illetve hát ez magával vonza azt, hogy a beálló körül védekezés. Ebből ma se láttam sokat, ma megtaláltuk a beállóinkat, sajnos hibáztak az ittszerbe, illetve hát a beálló körüli védekezés az tényleg kritikát múlva. Ezzel a vereséggel egy hosszú NB1-bés szereplésnek lett vége, de hogy mit hoz a jövő, azt most nehéz megmondani. Következő műsorainkban megpróbálunk információkat szerezni a továbbiakat illetően. A továbbiakban. Csúcsot döntött a tófutás, közel 1000-en futottak. A szervezők igencsak ráncolták a homlokukat a tófutás előtti pénteken az időjárás láttán, mert komoly eső áztatta az öreg tó körüli futópályát is. De mint általában lenni szokott a versenynapján, már szép idő köszönt az indulókra, ezzel kezdtük a beszélgetést a szervezők vezetőjével. Megmondom őszintén, ilyenkor egy héttel előre elkezdjük az időjárás jelentést nézegetni, naponta 32-ször. A péntek az bejött, és szombatra már nem ígért esőt, úgyhogy reménykedtünk benne. Be is jött, nagyon jó idő van, ideális futóidő. Úgyhogy ez látszik a megjelent futókon is. A 800 körüli létszámmal számolunk most, tehát már a tartalék rajtszámait osztuk ki fönt a versenyközpontba. Én azt gondolom, hogy a gyerektávokon már most tudjuk, hogy 100 fölötti nevező volt, ami rekord. Itt vannak a Áhioga Egyesületnek a parasportolói, ők is rekord, a tavalyihoz képest 20-30 fővel többen jöttek, és azt látom, hogy megfordult a trend, tehát végre a csökkenés után idén egy nagyon szép létszámmal, több mint 150 futóval többen indulnak, mint tavaly. Gondolom azért gyors terepszemlét csináltatok, milyen pálya várja a futókat? Hát amikor én tegnap körbe mentem jelölni a kilométereket, akkor még száraz volt, utána leszakadt az ég, hát lehet, hogy dagonya lesz. Mennyien dolgoztok, mikor kezdtétek a mai napot? Hát a mai napot tegnap kezdtük, tegnap már elkezdtünk bepakolni, berendezni. Ma 50-en vagyunk itt körülbelül, mint rendezők, szervezők, és ma 6:30-kor kezdtük berendezni a rajtszélterületet, illetve fönt a nevezési központot. Melyik távon lesznek a legtöbben? Több mint 320 körüli induló volt, a előnevező volt a 7 kilométeren. Én azt gondolom, hogy a trendeknek megfelelően a 7 kilométer lesz, ami viszi a prímet. Ugye leghosszabb a 42 kilométer, ami túl az, hogy 42 kilométer, 6-szor meg kell kerülni a tavat, mennyien vágnak neki? Ott is nevezési rekord volt, legalábbis előnevezési rekord volt. Ott mi mindig az 50 főt tűzzük ki, hát lehet, hogy meg lesz idén az 50. Már az előzetes nevezés is sok indulót sejtetett, de hogy lenni szokott, a helyszínen is sokan neveztek. A szokott 7, 14, 21, 42 kilométer mellett indulhattak 2 és 3,5 kilométeren is, de a legkisebbeknek 500 métert kellett csak megtenni. Már az elmúlt évben külön futamot szerveztek a fogyatékkal élőknek, akik ezúttal már közel 200 fővel képviseltették magukat. Az ötlet onnan jött, hogy úgy gondoltuk, hogy egészséges mozgás mindenkinek kell, és mi a fő vonalunk a fogyatékkal élőknek a sportegészség megőrzése, és úgy gondoltuk, hogy Tatán is legyen egy ilyen tatai tófutam, és hát legyen ez egy országos vagy nemzetközi. Hát múlt évben csináltuk meg az elsőt, most idén a másodikat, és most gyorsan talán számokat mondhatok, hogy már úgy néz ki, hogy a 180 főnél tartunk, úgyhogy ez duplája a múlt évinek. Hát a lényeg az, hogy egészségmegőrzés, jó levegő, baráti társaság, Tata megismerése, és én úgy gondolom, hogy ez egy jó futam lesz mindenki számára, és esélyegyenlőség is egybe. És mindenki, hogy milyen sérültségű vagy kíséri, ez egyformán fognak végigmenni a távon, 500 méteren. Innen fognak indulni a rajtól, 250 métert fognak előre
menni, és akkor utána lesz egy forduló és vissza. Ugye ez 500 méteres táv, ezt mindenki meg tudja csinálni, tolókocsival, kerekesszékkel, vagy akármilyen módon, meg volt hordággyal is volt olyan, akit vittek múlt évben, úgyhogy most is lesznek olyanok, gondolom. Mindegy, hogy milyen sérültségű, hogy az részt fog venni ezen a versenyen. Vennékét itt volt, sőt együtt futott a fogyatékkal élőkkel, Szabó László, a Paralimpiai Bizottság elnöke is, aki a futás után nyilatkozott. Hogy esett a futás ilyen korán reggel? Annyira már nincsen korán reggel, jól esett. Tegnap este fociztam, Old Boys bajnoki meccsen játszottam, nyertünk, úgyhogy van bennem egy kis izomláz, de jól esett, persze, klassz dolog. Gondolom az is jól esett, hogy ennyien voltak ezen a parafutamon. Hát közel 200-an, és a Józsi azt mondja nekem, hogy ez lényegesen több, mint a tavalyi. Nem csak mennyiségre megyünk mindig, hanem arra is, hogy vigyük a hírét a fogyatékos sportnak, hogy megmutassuk azt, hogy a fogyatékos embereknek ugyanúgy jár, nekik az életüknek ugyanúgy része kell, hogy legyen a közösség élet és a sport. Nem pusztán csak számokról van szó, hanem az, hogy egy ilyen nagyszerű rendezvényen ott vannak, jelen vannak a fogyatékos sportolók is. Persze az fontos, hogy ilyen szép számmal. Annál is inkább, mert ugye jó néhány év ezelőtt még majdnem szitok szó volt. Hát sőt, elrejtették a fogyatékos embereket, fogyatékos sportról meg szó sem lehetett, hiszen hát örüljenek, hogy élnek, örüljenek, hogy egyáltalán meg tudnak maradni, nem hogy sportoljanak, nem hogy közösséget építsenek. És itt Tatán is, meg szerintem szerte az országban is egyre nagyobb figyelmet kapnak, egyre nagyobb szeretetet, egyre nagyobb elismerést, és ez szerintem így helyes. A magyar sport az egy és oszthatatlan, nincs különbség férfi, nő, fiatalabb, idősebb, épp vagy fogyatékos között. Aztán beszéljünk kicsit a csúcsról, hiszen ebben a évben paralimpia is lesz. Milyen reményekkel? Azt tudom mondani neked, hogy időarányosan nagyszerűen állunk. Ugye augusztus 28-án lesz a megnyitó ünnepség, 23 visszaigazolt kvótánk van, 23 versenyző már biztosan ott lesz, és körülbelül még kétszer ennyien állnak versenyben. Én úgy gondolom, hogy a végső szám az valahol 40 és 50 között lesz, remélem, hogy közelebb az 50-hez, mint a 40-hez. És úgy gondolom, hogy 18-20 éremre számíthatunk a paralimpián, remélem, hogy ennek az egyharmada az a legfényesebb érem lesz, de akárhogy is alakul, mindenképpen egy nagyon büszke, magára adó és a nemzetét és a magyar sportot szépen és méltón képviselő magyar paralimpiai csapat fog Párizsban sikereket aratni. A legnagyobb mezőny most is a 7 kilométeres távon volt, de valamennyi távon sokan indultak. Leghamarabb a maraton futók rajtoltak, majd együtt indult a 14 és a 21 kilométeres mezőny, végül utolsóként az egykörösök vágtak neki. A férfi győztes 26 perc körül idővel nyert, de nem sokkal maradt le a hölgyek elsőjezetje sem. Gratulálok a győzelemhez, megviselt? Rövid volt, de megviselt, elég sáros volt a terep, úgyhogy problémás volt ilyen gyorsan futni. 26 perc körül futottál, volt valami elképzelésed? Másodiknak beálltam, hogy vezessenek, előttem, aztán amikor jöttek a többiek, akkor kijöttem a gólból. Milyen időközönként szoktál futni, milyen távokat? Minden nap, 5-től 42 kilométerig. Akkor ez most ilyen sprintám, majdnem? Hát a szezon vége fele, tavaszi szezon vége fele, és akkor ez már ilyen levezető sprintál, igen. Mi volt tavasszal a leghosszabb, ami versenyen volt? Fél maraton, 1:18-al. Mióta futsz? 10 éve lassan most már. Egyébként valami sportmúltad van? Vagy volt? Felnőtt korban kezdtem el triatlonozni, futni, bringázni, úszni, és akkor ez a hobbi most. Itt most vagy először, vagy már többször futottál? Szoktam, tavaly a 14-et nyertem, úgyhogy azért jöttem. Gratulálok, hogy győzelem, látom, hogy kihajtottad magad. Igen, egy kicsit necces volt. Megletett egy kicsit a földes részeke, hogy mekkora sár van. Nagyon felesztette most a talajt, úgyhogy hát cipőügyileg nem feltétlenül erre számítottam. De... Egyébként mit vártál magadtól időre? Hát ilyen 4:15-ös tempót, 4:25 lett, így a sárra való tekintettel elfogadható a dolog. Bár itt a végén úgy tűnt, hogy egyedül futott ez végig, így volt? Hát szerintem igen, egy kislányjal futottam körülbelül úgy 1 kilométer erejéig, aztán a lelkem, nyilván ő még picike, aztán elfogyott, úgyhogy próbáltam nagyjából úgy tartani a tempómat, hogy be is érjek, de hát így a pára azért okozott egy kis rosszul létet a végére. Mennyire számít az rutinos futónak? Hát
nagyjából olyan 3-4 éve futok, körülbelül 2 éve futok egyesülettel, sanyaszistálóban. Abszolút amatőr futó vagyok, tehát olyan nagy reményeim nincsenek, de azért igyekszem a legjobbat kihozni magamból. Milyen távokat szoktál bevállalni? 5 és 10 kilométer, mostanában úgy próbálgatom a hosszabbakra összeszedni magam, de egyelőre úgy érzem, hogy az 5 és a 10 az én távom versenyben. Előzetes következő műsorunkból. TASZ Judo Kőkuti Atlétika, sikerek a Diákolimpián. Tatán zárult a kerekesszékes kézilabda bajnokság. Olimpikonokra emlékeztek Szomódon.